Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és hát nagyon örülünk, hogy sikerült megtartani a fesztivált, ha máshogy nem így ilyen körülmények között. És hát először is számomra és a projekt számára nagyon nagy öröm, hiszen szerintem már legalább 20 éve részt veszünk a fesztiválon, és nagyon sok zenei anyag megmaradt, ami a jövő generáció számára is hallgatható és látható lesz, és ezt nagyon-nagyon köszönöm a szervezőknek, és a mostani bulit a kitartó munkának nagyon köszönöm, hogy végül is összehozták, hogy a Covid nem győzött le bennünket. A projekttel kapcsolatban pedig csak még annyit szeretnék elmondani, hogy valóban 20 évvel ezelőtt, 2000-ben mutatkoztunk be, akkor jelent meg az első lemezünk, a Wings of Revelation. Azóta végül is 4 album készült el, ami meg is jelent. Van 1-2 anyag, ami a fiókban van még, de hát remélhetőleg majd csak azt is közzé tehetjük, publikálhatjuk. Minden esetre nagyon szeretnénk egy olyan élményt nyújtani számotokra, hogy emlékezetes maradjon, és ez egy átfogó anyag, tulajdonképpen összesűrítve egy durván 1 órás műsorba, az első perctől kezdve, tehát a Wings of Revelation 1-es lemeztől kezdve, az utolsó dupla koncertlemezig mindenből egy picit bemutatunk, reméljük élvezitek, fogadjátok szeretettel.
Köszönjük szépen! Ez volt az első blokk, amivel emlékeztünk az első lemez anyagára. Tulajdonképpen az I Must Be Going című nótát játszottuk el az öt tételével. Az utolsó Welcome to the Jungle volt, hát azt hiszem, hogy mostanában mindenkit Isten hozott a dzsungelben, mármint a városok dzsungelében. Egészen elképesztő, ami történik, és hát reméljük, hogy nem sokára megszabadulunk ettől a rettenetes békjótól, amit a Covid mér ránk. Most pedig itt van, már is itt van Kézdi Luca, ami állandó vendégünk, egy nagyszerű hegedűs, és azt hiszem, hogy nagyon boldog vagyok, hogy tulajdonképpen 9 éve muzsikálunk együtt, és hát volt részünk már jobban, rosszban, de remélem, hogy a koncerteink javarésze azért emlékezetes marad, és hát számomra pedig egy nagyon nagy élmény, hogy együtt muzsikálhatunk, és remélem, hogy ez a jövőben is így marad. Most pedig áttérnénk az Elixir című lemez anyagára, aztán majd még egy-két másik történet is érkezik. Oh,
Thank you.
Köszönjük szépen, ez volt az Eldorado című nóta, és most visszaugranánk az első lemez anyagához, Wings of Revelationhöz, ami tulajdonképpen egy nagyon-nagyon régi íztes témának az átdolgozása, ami konkrétan az idén 45 évvel ezelőtt hangzott el, egyébként november 15-én, és hát ugyanolyan élvezett ma is játszani, és szerintem nem porosodott le a nóta.
Most pedig egy olyan dalt szeretnénk eljátszani, ami egy, igazából egy másik zenekarom számára íródott, de annyira megszerettük ennek a feldolgozását, átdolgozását, hogy azóta minden bulin, sajnos nem túl sűrűn, de minden bulin eljátszuk. A címe Piramid. We'll be right back.
Ez volt a tisztelet a mesternek, és gyakorlatilag elérkeztünk az utolsó dalhoz. A címe Memento, és ez a Wings of Revelation második albumról szóljon.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát remélem, hogy örömet tudtunk okozni. Kedves mindenkinek, aki követett bennünket a YouTube-on, és hát remélem nektek is itt helyszínen. Viszont most szeretnénk még egy dalt eljátszani. Egy rövid dalt, az a címe, hogy Gyertyák. Ez a november, ez rettenetesen szomorú a szakma számára, hiszen oly sok barát és ismerős elment, kirepült. Úgyhogy ezzel a dallal szeretnénk búcsúzni Nemes Lacitól, azon meg a hajdani főtechnikusától, Benkő Lacitól, Mihály Tamástól, és természetesen Balázs Fecótól is, hiszen ezekkel az emberekkel nagyon sok boldog pillanatot tölthettünk együtt, és szomorú szívvel kell arra gondolni, hogy többet nem fogunk együtt mosolyogni és viccelődni. Szóljon nekik tehát a Gyertyák. Köszönjük szépen, ezzel véget ért a koncertünk. Nagy Zsolt játszott billentyűs hangszereken. Király István dobolt. Az én kedves fiam basszusgitározott ifjabbik Varga János. És Kézdi Luca hegedült. Varga János voltam, és remélem még leszek is egy darabig.
Elragadom a mikrofont, és szeretnék a Janónak boldog szülinapot kívánni, igaz, hogy még nagyon-nagyon, még előtte vagyunk két nappal, és lehet, hogy ez egy túlbátor tett volt, de azért most inkább kihasználtam az alkalmat, hogy az Isten éltessen sokáig, és senki ne felejtse el majd felköszönteni hétfőn. Köszönöm, ha jól jön meg, köszi szépen. Na, okay. Rezső, hova mész? Gyere! Yeah.